Kedvesi György, a Magyar Rádió riportere áll a mikrofon előtt. Magyar sporttársak, kedves barátaim! Ezekben a nehéz órákban engedjétek meg, hogy az egész magyar sporttársadalom, olimpiára készülő nagyszerű versenyzőink és a magyar labdarúgó válogatott valamennyi tagjának érzéseit, gondolatait tolmácsoljam. Ismerjük egymást jól, ott voltunk mindig együtt, amikor a piros-fehér-zöld színek dicsőségéért szálltak harcba a magyar fiúk és lányok. A nemzet becsülete, sportolóink sok-sok jövőbeni sikere forog most kockán. Mi nem egymás vérét akarjuk ontani. Mi a magyar fiatalság szebb, boldogabb, egészségesebb életét kívánjuk megteremteni. Óriási erőpróbák sorozata előtt áll sportunk. Milyen felemelő, könnyesen boldog érzés lehetne, ha ismét büszkén húzhatna fel a piros-fehér-zöld magyar logó Melbourne-ben a győzelmi árbocra. Milyen örömmel tapsolhatnánk már most vasárnap Kocsisnak, Grosicsnak, Tibornak, Puskásnak és a többi kimagasló tudású labdarúgóknak a svédek elleni mérkőzésen, a világra szóló belgrádi, moszkvai, párizsi és bécsi győzelem után végre újra itthon, a mi népstadionunkban. Mindehhez azonban rendre, nyugalomra, az oktalan vérontás megszüntetésére van szükség. Értsétek meg, hogy azok, akik most rombolnak, gyilkolnak, rabolnak, akik a ti békés tüntetéseteket vérfürdővé akarták változtatni, a magyar ifjúság jövőjét próbálják tönkretenni. Ne engedjétek! A magyar sportolók nevében kérek minden becsületes magyar hazafi. Sorakozzék fel a minisztertanács új elnöke, Nagy Imre elszállt mögé, hogy a mi szép hazánkban végre megteremtsük azt a virágzó boldog életet, amely minden magyar ember szüve vágya.